Vendégem a New Friend Request zenekar énekes és menedzsere, sziasztok! Hello! Elképesztően friss dallal jöttetek, de annyira, hogy tegnap készült el, ugye? Alapvetően egy image klipet láthatunk rengeteg üvegszilánkkal. Hogy álltatok neki a forgatásnak? Mi volt az alapötlet, és sikerült-e azt megvalósítani, amit szerettetek volna? Lényegében egy image klipet is szerettünk volna csinálni. Az üvegszilánkok azok egy kis szórakoztató eszköz, ami gyakorlatilag földobja ezt az image clipet, és kapcsolódik a dal mondani valójához, mivel ugye egy darabban a dalnak a címe, és a emberi kapcsolatok szétválásáról szól, amit egy ilyen üvegszilánk, vagy üvegszéttörés, az tök jól tud szimbolizálni. Nagyon sűrű nektek ez az időszak, egy kicsit sem pihentetek szerintem az utóbbi hetekben, ugyanis május 31-én jelent meg a második album, és ez már a harmadik klippes dal. Mi történt? Miért pörgetitek ennyire az eseményeket? Szeretjük vizuális anyaggal kihozni a dalainkat, sokkal jobban eljut a közönséghez, meg azokhoz az emberekhez, akik minket szeretnek. És másrészt nekem meg ez ilyen szakmai ártalom, mert ugye én videóklipeket csinálok, tehát hogy adja magát a dolog, hogy készüljenek vizuális anyagok a dalokhoz. Sanyi Edik, te menedzserként álltál inkább a banda mellett, viszont most valami történt, ugyanis hangszert ragadtál, és itt vagy ebben a dalban. Mi a változások, ha nem bírtál magaddal, és szerettél volna már itt is zenélni? A srácok igazából megkértek arra, hogy vendégszerepeljék az egyik dalban, és mivel én egy gitáros vagyok, ezért adta magát a lehetőség, hogy akkor az egyik dalba beépítsünk egy gitárszólót. Úgyhogy kicsit a dalszerzés részébe is belekóstoltam velük, illetve egy kicsit igyekeztem feldobni a dalt egy gitárszólóval. És az albumot is nem csak te dobod fel, hanem rengeteg közreműködő, például Siklósi Őrs. Kiket választottatok még, és miért pont őket? Esetleg ők írhattak is dalt, vagy egyébként csak azt kértétek tőlük, hogy énekeljenek, vagy játszanak? Abszolút írhattak, például az Őrs az pont egy tök jó példa, mert ő már az előző lemezre is írt dalszövegeket, vagyis hát közösen írtunk dalszövegeket. Ugye Őrs nekem egy ilyen 10x éves
gyerekkori barátom, annó volt egy közös zenekarunk is, és amikor ő már régebb óta írt magyar dalszövegeket, én viszont nem olyan régóta, és amikor ezt elkezdtük az első lemeznél, akkor én egyből az őrs, nem volt kérdés, hogy kihez menjek segítségül, és ő akkor már belefolyt a dalírásba, a szövegírásba, és a második lemeznél pedig maradt egy dal, ami még az első lemezre készült, amit az őrsel együtt írtunk meg, és akkor úgy gondoltuk, hogy ennek ez méltó pontja lenne, hogyha ez a dal úgy kerül rá a második lemezre, hogy akkor az őrs is benne van. Kovács Krisztián van még a Fizz zenekarból, Krisztián az szintén, egy 15 éves barátságunk van, Balázs Misi a Fatal Error zenekarból, Misiéknek gyártottam videóklippet a 2020-as dalos Néma című daluknak, én csináltam a videóklipjét a stábommal, szóval gyakorlatilag ezek mind ilyen barátságok, meg mind ilyen, nem volt koncepció, hogy most vendégeket szeretnénk, nem volt az koncepció, hogy neki és neki kell lennie, gyakorlatilag a barátainkat, akikkel tartjuk a kapcsolatot, meg alapból is összeköt minket csomó minden, őket megvendégeltük egy dal erejéig, mert helyük volt ott. Az album címe Lélekgyilkosság, boncolgassuk ezt egy picit, mert ahogy meséltek itt az albumról, nagyon jó kedven meséltek róla, de ezért ez a Lélekgyilkosság, ez egy elég nehéz cím. Mit akar ez? A lélekgyilkosság az abszolút szimbolikus értékű, tehát hogy vannak az ember életében olyan szakaszok, legyen az szerelem, legyen az barátság, legyen az család, bármilyen életkörülmény, aminek vannak negatív oldalai. És gyakorlatilag a lemez, mivel egy koncepció lemezről beszélünk, a lemez dalaiba ezeket a megélt negatív élményeket boncolgatja föl. De semmiféleképpen, tehát atom lélekgyilkosság a lemez címen, nem azt kell gondolni, hogy ez egy ilyen siratós lemez, és mindenkinek elmegy az életkedve tőle, hanem pont az, hogy ezeket a szituációkat hogy kell kezelni. Tehát, hogy kell megélni egy szakítást, hogy kell megélni egy barát, egy családtag elvesztését, és inkább az, hogy ez kimondja őszintén, hogy igen, akkor ez történik, és ilyen negatív érzések érnek minket, föl lehet belőle állni. Tehát, hogy ha valaki hasonló cipőbe jár, akkor meghallgatja ezt a lemezt, és azt fogja érezni, hogy valaki megfogja a kezét, és nincs egyedül ebben a bajban. Nagyon kevés időnk van már sajnos, meséljétek el, hogy a nyár, amik a tervek. Ugye ez egy nagyon más nyár, mint amiket eddig megszokhattunk. Mi az, ami még ebből nektek megmaradt, hol fogtok legközelebb zenélni, ha csak online is? Igyekeztünk megtartani azokat a fesztiválokat, amiket meg lehet. Hál' Istennek úgy látszik, hogy a szervezők is partnerek ebbe, úgyhogy a zenekarnak még azért a nyáron úgy tűnik, hogy egy 5-6 koncertje tud lenni. És a legelső az reményeink szerint Dunaszerdahelyen lesz Szlovákiában, de ettől talán még fontosabb, hogy ha minden igaz, akkor augusztus 15-én itt Budapesten a Barba Negra Trackben tudjuk bemutatni a lemezt a depresszió vendégeként. Akkor ti azonnal az első napnak majd nagyon bátran nekiugratok. Sok sikert kívánunk ehhez, és köszönjük szépen, hogy elhoztátok az új klippet. Köszönjük a lehetőséget.